mondom, két motornak még nem szokozott a lánca, azoknak csak olyan láncvédő van a lánc fölött, és a későbbi motoroknak már betokozták a láncat. Annak idején nagyon sok volt a földút Magyarországon, és hamar tönkre ment volna a lánc, ha nem lett volna. Már a TL elnevezés kibővült TLT-re, ami annyit jelent, hogy teleszkóp, lengővillanás. Tankolni vagy miért? Hát, ha a benzinkutas innen tankol, uh-huh, akkor gyerekből simán elfér benne kettő. Aztán a szekrény olyan szerszámokkal van felszerelve, amit annak idején a garanciális szervizet kaptak, mert abban olyan speciális lehúzó, kinyomó olyan szerszámok van, nem Szentesi József gyártotta a budapesti műhelyében. Maga itt az ódás, ugye? Úgy volt. Szóra víz. És akkor a betű elnevezések után jönnek a szám elnevezések, T1-estől ment az elnevezés egész a T-nyra kihozni. Tehát az is lehet, hogy egy ilyen közutasoknak szánt mennyiségből megmaradt mennyiséget vett meg a gyár, és akkor abból álltak ki a motor. Ebben mi volt? Na most ennek a motornak ugye két oldala van, egy-egy ilyen szerszám. Most akárhogy nevettek, gyerekkoromban jártunk át oda vásárolni Szlovákiába, és volt rá példa, hogy én három orkán zsekibe jöttem haza, hogy még a fogomnak is, meg még a család többi részének is legyen orkán zseki. Mert a balassagyarmati börtönben készítettek. Balassagyarmati nagy? Hát azért a gyerekkoromban már, akkor is. Akkor is a hát a régi szabályozások azok másképp működtek, mind a... Elmugatták a rákot, nem lehetett eltérni a tervektől. De azt viszont teljesítmény kellett. Tehát előbb az hívó, hogy 250 darabot egy külön, akkor nem 248-at, vagy 252-250. A múzeum legöregebb darabja, ő velem egy idős, ő 1955-ös. Na, akkor együtt megjelentek a darabot. És akkor itt a szélén a két szovjet export. Ott a vitrínben olyan holmik vannak, ami a maga nemében valamiért különleges. A hasznosították a valamit, azt nem lehet tudni. Itt van egy mérnök dinamó. Ez a fizika tudó embereknek. És adtak a állórésznek. Akkor fékezte a motort, illetve ide egy 1 méteres rúdon súlyokat akasztottak, és ha meg van törgetve, akkor a nyíl mutatja, hogy jobbra vagy balra kell húzatni a küllővel a kereket. Aztán azt az erőt, ami keletkezett a ugye Magyarországra a 250 köbcentis kvóta volt kiszabva, hiába szerettünk volna 500 köbcentis négyütemű kardán meghajtásos motorkerékpár gyártani, a akkori tervezésben nem tért bele. Ti különleges vendégek vagytok. Laci, aki a Krapka utcában lakott Gál, az a Gál Endre is kezdetben TL pannoniának nevezték, ami teleszkóp lengővillát jelent. Későbbiekben már, amikor a láncon betokozták,